Így néz ki most az egykori leromlott óvoda épület Rétközberencsen, amiből az egyház modern mini bölcsödét alakított ki az általános iskola szomszédságában. A tornyospálcai református egyházközség fenntartásában ez már a 14. mini bölcsőde, így az egyházi fenntartású bölcsödék összesen közel 100 gyermekről gondoskodnak napi szinten. Nagyon fontos volt ennek a bölcsődének a beindítása, hisz én Rétközberencsi születésű vagyok, én itt jártam óvodába, szüleim itt neveltek fel, és valahogy úgy éreztem, hogy kicsit kötelességem a saját falumon is segíteni, és láttuk azt az igényt, amely itt volt a településen, hogy nagyon is sok szülő szeretett volna menni dolgozni, és így tudják a gyereküket ugye elhelyezni a mini bölcsődébe. A mini bölcsődének a felújítása körülbelül 27 millió forintba került, ennyit szántunk rá. Rétközberencsen április elejétől indult el a bölcsődei szolgáltatás, ez az első bölcsőde a településen. A polgármester azt mondta, a jövőben is segíteni fogják az egyházközség beruházásait. Én mindig azt szeretném, amíg én itt leszek, azon fogok munkálkodni, hogy a Rétközberencsnek ez mindig megmaradjon, kiegészülve egy idősek nappali otthonával, hisz azt gondolom, hogy az idősek, akik egyedül vannak nagyon sokat, legalább nappal fel tudjanak jönni egy közösségi életbe. Seszták Miklós a térség országgyűlési képviselője beszédében hangsúlyozta, nem csak a település infrastruktúrájára, de a helyi közösség megtartó képességére is fontos hatást gyakorolt az önkormányzat és az egyház közötti összefogás. Ez egy nagyon fontos példája annak, hogy egy kis településen hogy tud az egyház, az önkormányzat és civil szféra együttműködni. Hiszen elmondtam a beszédemben, és az előttem szólók is elmondták, hogy ez egy régi önkormányzati óvodaépület volt, ami már halálra volt ítélve, és jött egy jó gondolat, jött egy szándék és egy közös akarat, és megvalósult egy 14 férőhelyes minibölcsöde, és ahogy elmondta a polgármester úr is, itt Rétközberencsen nem volt még ilyen, így most már van bölcsőde, óvoda és iskola. Én azt gondolom, minden településnek üzenjük, így kell ezt csinálni. Baracsi Endre beszédében kiemelte, a gyerekek jövőjébe való befektetés az egyik legfontosabb hosszú távú befektetés, amelyre szerinte kiváló példa a Rétközberencsi Bárka mini bölcsőde is. A vármegyében nagyon sok helyen tudnánk erre példákat mondani, rengeteg bölcsőde, rengeteg óvoda épült vagy újult meg, és ezek mind-mind olyan befektetések, amelyek a legfontosabb befektetések. A beruházás munkahelyeket is teremtett. Az intézmény megnyitása óta 5-en dolgoznak a bölcsődében, amely jelenleg 2 csoportszobával, valamint teljes kihasználtsággal működik.